Világszerte május 8-án ünneplik a Nemzetközi Vöröskereszt napját, annak emlékére, hogy 1828. május 8-án született Henri Dunant, svájci író, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója. Ennek jegyében ezen a jeles napon azok munkáját ismerik el, akik a Vöröskereszt célkitűzéseivel összhangban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Ebben az évben Sárospataki díjazottja is volt a Miskolcon megtartott eseménynek. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez a kitüntetés, és hálásan köszönöm a Magyar Vöröskereszt Sátor, a Jóújhelyi Kistérség szervezetének, hogy engem ajánlottak erre a díjra. 2009 óta fontos része az életemnek a Magyar Vöröskereszt, azóta látok el önkéntes feladatokat náluk. Ez azt jelenti, hogy az elsősegélynyújtás témakörét próbálom népszerűsíteni a diákok körében. Tanfolyamokat szervezek, illetve versenyekre járunk el a diákokkal, illetve a káros szenvedélyek tekintetében drog és alkohol megelőző jellegű nagy előadásokat tartok. Számunkra ez nagyon-nagyon megtisztelő, hiszen elismerik azt a munkát, amit folyamatosan végeznek kollégáink. Kiemelkedő, hogy pont a rendelőintézet egyik munkatársa kapta meg ezt a kitüntetést, melyhez magam is az intézmény valamennyi dolgozója nevében szívből gratulálunk. A Sárospataki Rendelőintézet napi kapcsolatban áll a Vöröskereszt munkatársaival, így azt a kollégájukat tudták előterjeszteni az elismerésre, aki valóban tevékenyen hozzájárult a szervezet célkitűzéseihez. A Vöröskereszttel folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk, hiszen nagyon sokszor felkérnek már évek óta szakmai előadások tartására, elsősorban egészségnevelési szakmai előadásokra. Ez már egy hosszú évek során működő együttműködés, és ennek keretében részt veszünk az ő programjainkon, illetve viszont, tehát hogyha mi is szervezünk, illetve volt ez a két éves pályázatunk, amely ment egészségnevelés újraélesztés témakörben, rengeteg segítséget kaptunk, gondolok itt a bábúval kapcsolatban, mert az újraélesztés lehet gyakorolni, illetve egy folyamatos együttműködés is van közöttünk, és szakmailag folyamatosan segítjük egymást. A Sárospataki Rendelőintézet további szakmai elismeréseket is magáénak tudhat, amelyet szintén az itt dolgozók munkájának köszönhet.